tudományos és fantasztikus élményekre vágysz, akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánunk, ez itt valóban a Tilos Rádió, egyelőre a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu-n, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, amely az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és óriási örömömre szolgál, hogy most a 131. ha jól számolom adás hihetetlen alkalmából, nem egyedül vagyok a stúdióban, hanem a múltkor beharangozott szakértő vendégünket valóban sikerült berángatni ezúttal ezen a szép hétfő reggelen. Tehát itt van velünk Szedpéteri László, aki az űrvilág.hu alapító főszerkesztője többek között, ami abból is látszik, hogy éppen űrvilág.hu-s pólóban bukkant föl a stúdióban, de még egyébként sok minden más is ő, és mi elsősorban abban a minőségében szoktuk ezen a helyen faggatni, hogy, és majd most sem lesz ez másként, hogy egyrészt ugye hát a távérzékeléssel, műholdas navigációval és hasonló ilyen dolgokkal kapcsolatos. Múltkor ugye például, miről beszélgettünk? Múltkor például a hidegháború az űrben témáról beszélgettünk egyszer egy jót, és hát egy kicsit rákötünk ez erre most is. Tehát az az egyik témánk mára, hogy a katonai űrfelderítés az hol tart jelen pillanatban. Persze nyilván erről nem tudunk mindent, tehát egy csomó szorványos információból fogunk dolgozni. Tehát ha valaki tud ezekből dolgozni, az Szentpéteri László. Aztán a másik nagy szakterülete, amit így ki szoktunk itt használni ehelyütt, meg máshol is, például az űrvilág.hu cikk sorozataiban, amiket ő ezért elég rendszeresen ír, az, hogy például Kelet-Ázsiában és egyéb ilyen nem annyira a hát nem annyira a nagy amerikai, orosz, európai mesterhármas, hanem azon kívül levő országok űrprogramjainak a nagy követője, Laci, úgyhogy majd persze most a kínaiakról fogunk majd beszélni az adás egy részében, mert lesz miről. Most még egy ilyen szolgálati közlemény, hogy az adás telefonszámot ne hívjátok majd 3/4-ig, mert most ugye megint azt a, mivel jó sok téma van, amit szeretnék végig darálni, ezért aztán majd 3/4-kor bekapcsolom szépen a telefonvonalakat, ahogy ez szokásos, úgyhogy addig mindenki írja össze a kérdéseit. Na, és akkor jó reggelt kívánok! Ha Laccol, csináljunk egy hangpróbát. Jó reggelt kívánok én, és neked is, és minden. Én úgy hallom, hogy igen, úgy de mondjad. Igen, tökéletes, most már tökéletesen hallatsz, így van. Akkor még egyszer jó reggelt mindenki. Nagyon jó. Na, szóval tehát Szentpéter László, és hát ugye rögtön ugorjunk is bele a lecsóba, de még mielőtt azért teljesen beleugrannék, nem tudjuk megkerülni ezt a tegnapi hírt. Igen. Azt az ominózus tegnapi hírt, aminek az előzményeiről sokat beszélgetünk már ebben a műsorban. Dmitrij Rogozin a Roszkozmosznak, vagyis az orosz állami űrügynökségnek, az orosz föderáció űrügynökségének az elnöke bejelentette, hogy egy éven belül kiszáll az ISS-ből Oroszország, a nyugati szankciókra válaszol. Hát mit gondolsz erről a bejelentésről? Szerinted ugye már ebben a műsorban korábban többször elmondtuk, hogy igazából az ISS mindenképpen... Tehát olyan opció például nincs, hogy az oroszok mondjuk leválasszák a moduljaikat, és azok külön tudjanak működni. Tehát ha az oroszok elhagyják az ISS-t, az azt is kell, hogy jelentse, hogy a saját eszközeiket és technikákat, és éppen tavaly feljuttatott tök új kutató moduljukat, és hátra kell, hogy hagyják. Felörülnek a kérdések, hogy mi ebben a ráció. Másfelől azonban nem sok ráció van abban, ami az elmúlt 60-valahány napban történik. Na, szóval mit gondolsz te erről most? Ezt? Köszönöm az utolsó mondatodat, mint a kérdő mondat előtt, itt én pont ezzel akartam kezdeni, hogy nem feltétlenül a racionalitást kell keresni ezekben a bejelentésekben, és ahogy mondod, itt február 24, sőt, hát már előtte, január-decemberben, amikor a hadgyakorlatok zajlottak, úgymond, akkor sem feltétlenül a racionalitást kellett keresni. Szóval egyrészt valóban úgy leválasztani az orosz oldalt, mondjuk így, hogy a nem orosz oldalról, hiszen az nem tisztán amerikai oldal, csak egy amerikai vezetési oldal, az nem olyan egyszerű. Tehát ez hát lehet, hogy egy év alatt össze lehetne ezt valahogy gányolni, de nem olyan egyszerű, majd mindjárt mondom, hogy mik itt effektív a technikai problémák. De akkor nézzük először ennek a
a politikai, meg a mondjuk a pszichológiai elemét. Mm-hmm. Szerintem a pszichológiaival érdemes kezdeni. Nyilván itt folyamatos információháború zajlik, és én azt gondolom, hogy ez annak a része. Időnként kell valami nagyot mondani mindkét oldalon. Ebben egyébként hát az oroszok az utóbbi időben tényleg nagyon... Rogozin különösen aktiválta magát, igen, hát azért látszik, hogy ő egy nagyon magas szintű politikai pozícióból került ebbe a gyakorlatilag szintén politikai pozícióba, hát a világon mindenütt, aki egy ügynökségnek a vezetője, azért az élvezi az ország első vagy első két-három emberének a bizalmát, anélkül ez nem megy. Kellett valami blikfangosat mondani. Én azt gondolom, hogyha picit komolyabban kezdünk erről beszélni, és nem azt mondjuk, hogy ez simán egy blöff, akkor azért bennem az is fölmerül, hogy egyáltalán van-e az orosz gazdaság jelenleg olyan helyzetben, illetve lesz-e fél év múlva, egy év múlva és két év múlva, hogy részt tudjon venni a nemzetközi űrállomás programban például. Uh-huh. Tehát az egész űripar és az egész pénzügyi világ Oroszországban. Nyilván az űripart azt a múltkori adásotok kapcsán érted, mire gondolok, hiszen elég rendesen kivéreztetik itt csúcs technológiával a nyugatról Oroszországot. Gazdaságilag, hát nyilván azért, mert hogy valamiből azért ezeket a programokat finanszírozni kell, és hát ugye olyat láttunk már, hogy lehetséges mondjuk megszorítás most elkezd felvezetni valaki azzal, hogy hát ez a másik oldal tehet róla. Tehát, hogy ők tulajdonképpen majd politikai okokból szállnak ki, vagy nem tudom én, tovább csökkentik valahogy a részvételt, hogy, és akkor az még mindig kevésbé kínos, főleg hazafelé a választók, meg a Szibériában a moszkvai televíziót néző számára, mint hogyha ők elmagyaráznák, hogy hát most erre nem futja. Uh-huh. Tehát azért emlékszünk rá, a hidegháború végén, amikor a Gorbacsov hatalomra került, és kijöttek ilyen számok, akkor kiderült, hogy a hadsereg, az űrtechnika, az űrkutatás, az űripar, illetve ez a katonai, műszaki iparág együttesen az akkori GDP-nek a 40%-át fogyasztotta el. Nyilván ma ez nem így van, most ezt képest hasonlítsuk össze gyorsan, hogy például ugye a NATO országban mi tőlünk a megkövetelt GDP arányszám. Hát ugye 2%-ot kéne költeni minden NATO tagállamnak védelmi kiadásokra. Magyarország ezt most, hogy már fut ez az Zrínyi program, még mindig nem éri el a 2%-ot, és szerintem fél tucat maximum azon országok száma, akik 2 fölött vannak. Hát azt hiszem talán az összes balti benne van ebben, mind a 3, vagy a 3-ból 2 biztos, meg Lengyelország. Igen, tehát azért ez tényleg ilyen brutális volt ez a 40, nyilván nem ennyi ma, de hát itt valószínűleg olyan mind az ukránoknál, mind az oroszoknál azért recseg, ropog a gazdaság már most is, és egyre inkább sajnos fog. Hát igen. Na most műszakilag hogy lehet, vagy hogy nem lehet, ez ugye azért érdekes, mert például az energetikai részér azok azért a nem orosz oldal felel. A pálya emeléseket jelenleg még a mai napig, ugye az oroszok végzik időről időre progressz teherűrhajókkal. Amennyire tudom, múlt hónapban ki kellett volna próbálni, lehet, hogy ebbe a hónapban, nem tudom, valamelyik a fönt lévő Cygnusszal akartak csinálni egy ilyen kisebb kísérletet, az amerikaiak meg tudják emelni, erről nem olvastam semmit azóta. De amúgy őszintén szóval miért ne tudnák? Tehát hát azért persze, nem tehát most nem atomfizika ez. Igen. Csak ilyet még nem csináltak, tehát elvileg majd ők is meg tudnák emelni, és igazából a térbeli stabilizálása az egész rendszernek, illetve a térbeli pozícióban tartása, az pedig úgy néz ki, hogy az elsődlegesen az amerikaiak csinálják, de másodlagosan a központi orosz modul is alkalmas erre. Tehát elvileg valahogy, hát inkább itt az a kérdés, hogyha ezt elkezdik szétbontani, akkor vajon mi történik? Tehát
Most tehát... egyébként, amikor azt mondod, hogy szétbont, mert ugye tényleg az a kérdés, hogy az oroszok egyáltalán, most tudom, hogy még régebben a Rogozin barátunk kirakott egy olyan animációt a Twitterre, ami persze csak valamiféle vicc volt, nagy idézőjelek között, hogy szét, biztos láttad, hogy integetnek egymásnak az amerikai meg a szovjet kozmonauták, és akkor szépen szétkapcsolódik a két részegység, ami tehát azt jelenteni, hogy ugyanazon a pályán, ugyanazon az inklináción keringene egyébként kettő valami egység, ami hát tulajdonképpen ahhoz vezetne, hogy megvalósulna valami olyan hülyeség, amiket mondjuk a Sandra Bullock-féle Gravity filmben lehetne sodródni. Igen, át lehetne navigálni. De várjál, vagy egyszerűen csak bezárják a két rész közti hajtót, de akkor meg ugye ott vannak ezek a dolgok, hogy hát akkor az nem így működik. Itt ugye rengeteg keresztkábelezés, meg csövek, persze. Meg egyebek, azt mind azt le kell szedni, ennek egy részét lehet belül, egy része űrsétásra. Gondoljunk arra, persze. Hogy akkor most le kellett választani az új kutatómodul a Nauka miatt, le kellett választani ott a korábbi egyik elemet, akkor előtte hány órányi űrsétára volt ahhoz szükség, hogy azt ott egyáltalán olyan állapotba hozzák, hogy le lehessen dokkolni, és le lehessen voltatni a progresszel. Így van. És igazából miután a Naukát fölcsatolták, akkor is ugyanilyen űrsétákat kellett csinálni. Tehát azért ez nem annyira triviális. Persze. Elvileg hát lehet. Gyakorlatilag lehet, hogy nem is erről van szó. De itt a nagy kérdés az számomra továbbra is, hogy lesz-e olyan állapotban Oroszország, hogy saját űrállomást tudjon üzemeltetni, uh-huh. akár mondjuk egy modulból álló uh-huh. bármit. Igen. Most technikailag még annyit tennék hozzá űrtörténeti oldalról, mert nyilván szerintem amúgy blöff az egész, de hát franc se tudja. Ugye már sok mindenre gondoltuk, hogy blöff. Igen. Aztán közben kiderült, hogy ebben élünk, tehát hogy ez nem, ugye nagyobb pénzösszegeket ne tegyünk föl rá, még rubelben sem. Mm. Na, viszont ugye az van, hogy olyan már volt, emlékeim szerint, hogy az biztos, hogy volt, hogy űrhajó átrepült a Szaljut 7-ről a Mirre. Így van. De szerintem talán olyan is volt, hogy egy ilyen kozmosz, nem tudom mi, négy jegyű szám, békésen szántó. Igen, hogy hívják ott, ilyen TKS kutató modult, vagy a Szaljut 6-ról a Szaljut 7-re, de inkább a Szaljut 7 átdokkoltak. Tehát legalábbis, tehát, hogy elméletileg mondjuk az, hogy például ezt, például ugye nyilván hát olyan is volt, hogy lenne a tavaly hogy felbocsátott kínai geostacionális műhold körbe repült az amerikai geostacionális műholdat, meglepő módon pont egy katonai műholdat. Igen, tehát hogy igen, tehát nem is a pályaenergetika, hanem az, hogy például egy új, mondjuk az összes többi nagyobb méretű orosz modul az már eleve így, hát őszintén szólva azért már ilyen több mint 20 évesek. Van, tehát ez a probléma. Viszont a Nauka az új, viszont igen. Azt lehet, hogy nem lenne egy akkora nagy technikai bravúr, hogy a Naukát átdokkolni egy majdani orosz űrállomásra, feltéve természetesen, hogy az ugyanazon a pályán kering lényegében, mert ugyanazon az inklinációjú pályán. Így van, de az ugye azt jelenti, hogy kéne egy éven belül pályára állítani és beüzemelni egy olyan modult, amihez hozzá lehet kapcsolni, igen. És ugye miért mondja Miklós azt, hogy ahhoz kéne hozzá kapcsolni ezt, és nem fordítva, azért, mert ugye ez a Nauka, ez a tudományt jelenti, tehát ez egy kutató labor tulajdonképpen. Ebből egy csomó olyan minden hiányzik, ami egy űrállomás üzemeléséhez szükséges, tehát... Mert azt már láttuk, hogy kitűnően alkalmas arra, hogy körbe-körbe forgassa az űrállomást. Ahhoz remekül alkalmas, de gyakorlatilag az energetikát, a pályaemeléseket, a stabilizálást, térbeli orientációt, ezeket a feladatokat nem tudja ellátni, nem tudna ellátni egész pontosan. Tehát mindenképpen kéne egy központi modul. Hát azt onnan kibányászni az ilyet, mert ugye a központi orosz központi modul, ami ezeket a funkciókat látja el, az van ott úgy valahol bent a... Hát ugye az meg 22 éves cucc. Hát egyrészt, tehát azt sem tudna, hogy azt elkezdik szétbontani, mi történik, tehát ez olyan, hogy nagyon a padlás mélyéről, vagy a pince mélyéről kéne kibányászni ezt a szerkezetet, mert akkor épült a teljes orosz oldal gyakorlatilag. Jó, hát minden esetre nem túl biztatóak a forgatókönyvek ebből a szempontból, tehát mégiscsak az lenne a preferált forgatókönyv, hogy valahogy valami varázsütés hatására valahogy rendeződik a helyzet egy éven belül, ugye? Annyit mondott a Rogozin, hogy egy éven belül adnák ott az ISS-t. Hát ugye? Igen. Nyilván most még fönn van egy legénység kb. Fél évig, gondolom még azért a következő is fölmenne. Hát a Kikina az menne még belefér ebbe, vagy az már másfél év, nem emlékszem rá.
Régen volt orosz nő. Hát vagy ők már átrepülnek az új ja, Kaszmicseszkája stánciára. Na, szegény Kikina évek óta vár, arra repülhessen. Igen, lesz, igen, igen. Igen, igen, igen. Hát nőnapra nem fog följutni, az biztos. Pedig, hát ugye. Egyszer arról is akartunk beszélni, csak arra sem volt időnk, mert akkor is eldumáltuk olyasmiről az időt, mint most is ez történik. Pedig szerettünk volna egyszer beszélni a teljesen női legénységről. Igen. De hát mindegy, majd ennek is eljön egyszer az ideje. Viszont akkor most szigorúság van, és akkor most már egy hát tulajdonképpen természetes átkötéssel nézzük meg, hogy az űrtevékenységnek az ilyen alapkutatási részét, mint az ISS is bőven érintő háború, nyilván még bővebben érinti természetesen az űrbeli haditechnológiát. Például rögtön tegnap előtt ment föl egy angara hordozó rakétával, például Pleszeckből egy orosz katonai műhold, de hát így kb. Egymást érik a katonai műhold startok. Nyilvánvaló, hogy ezek nem függetlenek egyébként az orosz-ukrán háborútól. És az a kérdés, ugye vannak mindenféle városi legendák ezekkel kapcsolatban, amik nem csak legendák, persze, mert szivárogított ez az, például Donald Trump Twitterén, amikor véletlenül kijönnek a legjobb felbontású amerikai műholdképek. Szóval, hogy vannak ilyen azért városi legendák, hogy mit tudom én, elolvassák az autód rendszámát onnan föntről, meg ilyenek. Most a kérdés az, hogy hol tart jelenleg szerinted ez a technika, akkor nem csak az időbeli nem csak a térbeli felbontás a érdekes kérdés, hanem az időbeli felbontás is. Jaj, de örülök ennek a kérdésnek. Ugye? Az amerikai filmben... 25 pontos betűvel írtam föl magamnak ide a jegyzeteimbe, hogy nehogy csak a térbeliről beszélj. Fantasztikus. Okay, na, hát akkor... Ezért jó egy ilyen műsorvezetővel dolgozni. Na, hát viszont az olyan műsorvezető meg ne pofázzon sokat, hanem adját a terepet a vendégnek, úgyhogy tessék, most az a kérdés, hogy tényleg mi a helyzet így a katonai felderi, első körben nézzük ezeket a felderítő, úgy hívjuk, hogy felderítő? Hát hívjuk őket felderítőnek, persze. Mi ez? Felderítő. Surveillance satellite. Igen. Ja. Felderítő, adatgyűjtő, űrszerző műhold. Igen. Hát tehát, amit ugye a napi sajt, hogy a Game Holdnak. Game Hold, na jó, jó, nekem jó az is. Jó. Tehát, hogy ezekről mit tudunk, vagy mit tud, mi szivárog, mit lehet sejteni? Akkor én egy kicsit most gonosz leszek, mert van itt valami, ami szerintem fontos, és attól félek, hogy el fogom felejteni. Ugyanis, tehát nem azzal indítok, hogy a kérdésedre válaszolok, de volt ennek a mostani történet, ennek az pár hónapja zajlott történésnek egy nagyon új eleme. Ez pedig az volt, ahogy és nem tudom, hogy ez mennyire fogta fel az agyunk, de hogy emlékeim szerint először fordult elő, hogy a műhold felvételeket, azokat egyfajta információs, kommunikációs háború részeként kezdték használni, méghozzá azelőtt, hogy kitört volna a háború. Na most ugye ez ott köt rá a te kérdésedre, hogy ez miért volt lehetséges? Azért volt lehetséges, mert ezt meg tudták úgy csinálni, hogy ehhez nem kellett a nagy közönségnek, a sajtónak, a Twitter posztoknak, a katonai felderítő műholdak adatait kiadni. Tehát magyarul nem kellett megmutatni az ellenségnek, hogy az én műholdjaim jelenleg mire képesek. Ugyanis mostanra érte el a nem katonai, tehát a polgári, kereskedelmi, nagyfelbontású műholdak piaca azt a szintet, hogy olyan mennyiségű, olyan kereskedelmi műhold van fönt, amik mondjuk ilyen 30 centitől 200 centig biztosítanak felbontást, tehát ugye az a legkisebb pixel méret, hogy ezekkel azokat a kommunikációkat, amiket az amerikaiak, illetve a NATO ki akart adni már ott az úgynevezett hadgyakorlat során, hogy ez egy dezinformáció, ugye az amerikaiak rendszeresen mondták, hogy itt az oroszok nem egyszerűen egy hadgyakorlatra készülnek, hanem hogy ők háborúra készülnek, és ezt meg tudták támogatni ezekkel a felvételeket. Most ugye a trükk az, és itt köt rá a te kérdésedre, hogy nyilván magához, az információhoz, jutáshoz ők felhasználtak mindent, ami rendelkezésükre állt, a katonai felderítő, optikai felderítő műholdak adatait, a radar felderítő műholdak adatait, a lehallgató műholdakét, és természetesen a román, a lengyel légtérben, a balti országok felett repülő felderítő repülőgépeik adatait, meg a Fekete-tenger fölött járőröző felderítőgépeik adatait, de hát ezt nyilván nem kívánja így megmutatni. Uh-huh. És itt nagyon jól jött nekik az, hogy irgalmatlan mennyiségű kereskedelmi cég van,
És ezeknek a felvételeivel lehetett bizonyos dolgokat megmutatni. Tehát én személy szerint, amikor kezdtem elhinni azt, hogy itt tényleg háború lesz, az az volt, amikor megjelent egy, és nem akarok mondani cégnevet, mert nem tudom kié volt, és nem akarok itt senkit megbántani. Szerencsére ezeknél a kereskedelmi cégeknél van néhány ismerősöm. De az egyikük kihozott egy felvételt, amin az látszott, hogy az egyik talán fehér-oroszországi táborban ott már nem egyszerűen egészségügyi sátor vagy egy-két konténer van, hanem egy komplett hadi kórházat építettek föl. Na most komplett hadi kórházat hadgyakorlatra nem szoktak építeni. Egyszerűen azért nem, mert egy hadgyakorlaton, ahol praktikus okokból ugye nem lőnek vissza, ott a halálesetek, súlyos, könnyű sérülések száma ezt nem indokolja. Tehát ez valami nagyon új dolog volt, és ugye utána persze ők ez alapján még olyat is mondtak, hogy na majd február 16-án indul a támadás, amire aztán az oroszok 17-én közölték, hogy lám-lám, az amerikaiak hazudnak, mert nem indult meg a támadás. Viszont ezek a beszólások az amerikai oldalról, amiket mindig így megtámogattak, ez arra pont jó volt valószínűleg, hogy olyan szinten elbizonytalanította időnként az oroszokat, Hogy időt nyertek ezzel az amerikai hírszerzés, gyakorlatilag időt nyert Ukrajnának. Van ma, aki azt mondja, hogy legalább egy hét időt sikerült Ukrajnának nyerni ahhoz, azzal, hogy az amerikaiak elkezdték betolni ezeket a képeket, és mellé a mondatokat, hogy ez alapján mondjuk egy adott csoportosításnak az elhelyezkedése alapján a háború az, nem tudom, 24 kötje, 72 óra múlva megindulhat. És ugye az óriási dolog egy háborúban, hogyha én tudok egy hét időt nyerni. Rengeteg mindent lehet csinálni. Tehát ez szerintem egy ilyen új elem volt, ilyen korábban nem volt. És mondom, ezt azért lehet megcsinálni, mert az általad kérdezett katonai műholdaknak az adatait ehhez nem kellett megmutatni. Na most akkor jön a kérdés, hogy jó, és akkor azok mit tudnak, amit ugye eredetileg kérdeztél. Valóban, ugye általában a hétköznapi ember, meg a napi sajtó az optikai, tehát a látható fényben való érzékelésnek a térbeli felbontásával foglalkozik, de hát ez valóban ennél sokkal tágabb történet. Ma azt gondoljuk, hogy a legkorszerűbb amerikai felderítő oldalak, ezek a KH-11-esek most, ez gyakorlatilag egy szinte, nem tudom, láttál ez ilyen... Ez a Hubble űrtávcső. Igen, hoztam is neked. Igen, az a Hubble úgy akartam dramatizálni, hogy nézd rá erre a képre, és mondd meg, hogy mi van rajta, és akkor te rávágtad volna, hogy hát ez a Hubble űrtávcső, és elég kicsi betűkkel nyomtattam ki, hogy nem igaz, mert ez a KH-11-es. Tehát akkor ez elvileg ugyanaz a tükör átmérő, amit nyilván az... Annyira az, hogy ugye az első KH-11-eseknek az első generációja az egy ilyen, a becslések szerint 2,1-2,3 méteres tükröt használt, most már 3 méteres az, amit használnak, mármint a főtükör. Annak idején az egyik NASA alkalmazott, aki a Hubble Space Telescope tükrön dolgozott, az elszólta magát, meg kérdezték, mert ugye az eredetileg, ha utána kotorsz, akkor az első ötleteknél, a Hubble-nél meg 3 méteres tükörrel számoltak. Egy aköré épített műhold is még befért volna az űrrepülőgépbe. És akkor gondolták, hogy kimaxolják a lehetőséget. És akkor, amikor kiderült, hogy 2,4, akkor megkérdezték ezt a jó embert, hogyha miért ekkora, miért nem maradtak a háromnál, és mondta, hogy hát mert a három nagyon drága lett volna, mert a 2,3-2,4 méteres, ez megvolt a katonai technológia, ami az olcsó hozzáfért a NASA. Tehát ez gyakorlatilag, az már, hogyha valakinek kételjei lettek volna, ugye emlékszel, hogy 2010-valahányban volt az, amikor a hadügyminisztérium azt mondta, hogy tessék, itt van néhány félkész műhold, amit átadunk a NASA-nak, mert nekünk ez már... És akkor azok ilyen, abból lesz a Raman űrtávcső, vagy a Roman Space Telescope. Nem tudom, miért van szükség interjú alanyra. Ja, mert ezt akartam mondani, hogy a tartalék darabok, amik így KH-11-esekből, meg egyéb más katonai műholdakból maradtak, azoknak egy része átkerült a NASA-hoz többek között ehhez az űrtávcső, ez így van, amit meséltél. Na most ugye tulajdonképpen, aki hallgatja ezt a műsort, az valószínűleg úgy látja a lelki személy előtt a Hubble űrtávcsőt, tehát gyakorlatilag úgy kell ezt elképzelni, csak hogy nem kifele néz a Földtől az univerzum felé, hanem lefele néz ez a hosszú cső. És valószínűleg a segédtükör az mozgatható annak érdekében, hogy kicsit a tengelytől
Tehát ne csak függőlegesen lehessen felvételket készíteni, hanem attól egy kicsit jobbra-balra, föl-le, anélkül, hogy a holdat mozgatni kelljen, hiszen ha azt állandóan löködni kell, akkor azzal azért lehet rövidíteni az élettartamát rendesen egy műholdnak. Na most a KH-11-ről azt mondják, hogy azzal a tükörmérettel, tehát mondjuk ezzel a 3 méterrel, ezzel valószínűleg az elvi felbontás az elérheti a 6 centit, ami hát, ezt milimitálja a légkörben? Hát ez elsősorban a légkör, aha, igen. Aha. Igen, tehát gyakorlatilag valószínűleg arról van szó, hogy gyakorlatban olyan 10 cm tudhat. Na most egy 10x10 centis pixel az ugye azt jelentheti, hogy a rendszámtáblát effektíven látom, de nem valószínűleg le tudom olvasni, hogy milyen rendszám van rajta, mármint milyen felirat van rajta, illetve hát még egy trükk jön, ugye nagyon-nagyon régen, hát nem sok az öböl háború után, többek között a MANT, meg az akkori Katonai Akadémia szervezett egy ilyen konferenciát, aminek az volt címe, hogy az űrtechnika és az öböl háború, ugye űrtechnikát komolyan, tehát GPS-t, műholdas távérzékelést, kommunikációs műholdat ott használtak először, és akkor ott Winkler Péternek emlékszem egy mondatára, ő akkor a Földmérés és Távérzékelési Intézetnek a távérzékelési központját, vagy főosztályát éppen hogy hívták, vezette, és ugye viccesen mondta, hogy persze, hát elvileg le lehet, de hát ha föntről nézek, akkor az élét látom a rendszámtáblának. Ez akkor ugye úgy igaz volt, de hát ma már a műholdak oldalra is tudnak tekinteni. Igen. Tehát azért van még itt egy ilyen trükk, hogy egyáltalán rálátok-e úgy arra. De közben azért piszok gyorsan kell exponálni, vagy valami igen. trükk van, mert nyilván a Hubble esetében meg tudom csinálni azt, hogy mondjuk 2 hétig egy irányba néz a távcső, és csinálok a deepfield. Itt meg ugye 8 km/másodperccel kering a föld fölött a dolog, és lefele igen. néz. Tehát azért itt meg ugye 8 km/másodperccel kering a föld fölött a dolog, és lefele igen. néz. Tehát azért itt azért más technikai kihívások más. Is vannak. Így van. Na most, tehát ez az optikai rész. Amit ehhez azért hozzá kell tenni, hogy én 2001-2002-ben a Space Imaging-nél dolgoztam, az volt a világ első nagy felbontású kereskedelmi műholdat üzemeltető és azzal szolgáltatás. Ez az Iconos? Igen, az Iconos volt, az 99-ben ment föl, és ott voltam 2001-2002-ben, és nekem ezért könnyű előrántani az agyamból azt az emléket, hogy akkor az Iconos fekete-fehérben 1 méter tudott, és ez viszont azt jelentette, hogy 10 kilométeres volt függőleges kameratengelynél egy képkockának a földi mérete. Uh-huh. Most ezt megint azért fontos hangsúlyozni, mert amikor arról beszélünk, hogy műholdakat hogyan használunk mondjuk információszerzésre, akkor azért ezt is föl kell fogni, hogy ha mondjuk van egy 1 méter felbontású műholdam, egy 10x10 kilométeres területet lát egyszerre, nekem azért azt tudni kell, hogy azon belül hol kotorásszak. Tehát egyáltalán mit akarok látni, azt hol keresem. Uh-huh. Ez az egyik dolog. Ez azért jutott eszembe, mert amikor ez a maláj gép volt az, ami ott eltűnt az indiai óceánnál. Ja, az indiai, Ukrajna fölött lelőttek, hanem... Aha. Esélyes, hogy az is... Akkor valaki egy ilyen fórumba így bekérdezett, hogy annyi műhold van, hogy nem találják meg ezt a repülőgépet, és hát nem volt hangulatom, mert erről ugye egy mondatban nem lehet válaszolni, ez egy több oldalas értekezés, de csak abba gondoljunk bele akkor, hogy mondjuk ha egy, nem tudom én, néhány deciméter felbontású műholdon van, az 5-6x5-6 kilométer területről készít egyetlen felvételt, ezt vessük össze mondjuk az indiai óceán területével, és akkor utána ezen még keresgéljünk műholdat. Tehát ez nem egy ilyen egyszerű történet. Ugyanakkor, és ugye megköszöntem neked, hogy milyen jó, hogy felvezetted ezt a nem csak optikai tartományban észlelünk dolgot, meg hogy a térbeli felbontás, igen, az egyetlen izgalmas kérdés. Azt azért köszöntem meg, mert akik távérzékeléssel foglalkoznak, azok felbontás, vagyis resolution kapcsán általában legalább 3 fogalomról beszélnek. Ugye az egyik az a spatial resolution, tehát a térbeli felbontás, amiről most beszéltünk. Ezt az optikai katonai felderítő holdak most mindenképpen egy kötője néhány deciméter pontosan tudják, a kereskedelmi holdak meg mondjuk most már ilyen fél méter, a picit az alatt, meg a fölött.
ez ugye mondjuk úgy, hogy a fekete-fehér az egyszerűség véget, de beszélnek ugye időbeli felbontásról is, és beszélnek spektrális felbontásról. Na most ez mind a kettő megint nagyon izgalmas abból a szempontból, hogy miért probléma, meg mivel mit lehet kezdeni. Tehát kezdjük az, hogy az időbeli felbontás az azt jelenti, hogy milyen gyakran kerül vissza ugyanaz a műhold, ugyanazon mondjuk jelen, ha a katonaiakról beszélünk, célpont fölé. Tehát folyamatosan mondjuk monitorozni akarom, hogy mit folyik egy repülőtéren, vagy egy hadihajókat építő hajógyárban. Ez az időbeli felbontás. Ugye, ha abból indulunk ki, hogy ezek alapvetően alacsony pályás műholdak, tehát nagyságrendileg másfél alatt egyszer megkerülik a Földet, a Föld közben elfordul a pályájuk alatt, tehát nagyon sok keringés kell ahhoz, hogy ugyanoda visszajusson, amiből jön az, hogy akár több nap is eltelhet, mire mondjuk függőleges kamerállással tudja ugyanazt lefényképezni. Megint egy ilyen személyes sztori ebből a Space Imaging-es időből. Pont kint voltam, amikor Denverben, amikor a New Yorkban a két felhőkarcolót ledózerolták ezek a repülőgépek. Ez egy keddi nap volt, én előtte vasárnap érkeztem ki. És akkor például úgy volt, hogy akkor éppen nem lehetett felvételt készíteni. Szerdán tudott az Iconos csinálni egy ferde tengelyű képet New Yorkról. Alapvetően két Iconos képpel találkozhatsz, meg találkozhatnak a hallgatók, hogyha rákeresnek arra, hogy Iconos, tudom én, New York, nem tudom én, World Trade Center, valami ilyesmire. Az egyiken látszik, hogy döntött, tehát ott a műhold fordult, nem az optika, tehát az egész műholdat elforgatták, mert a pálya nem pont New York fölött húzódott. Ez szerdán készült ez a felvétel, 12-én, és van egy talán 14-i felvétel, amikor már függőleges volt a kameraállás, és így föntről be lehet látni a gödörbe. A kettő között a másik látványos különbség az a füstnek meg a pornak a mennyisége. Tehát ha én ezt el akarom kerülni, egyetlen egy műholdjuk volt, akkor nyilván egy több műholdból álló flottára van szükségem, akkor tudom ezt az időbeli felbontást javítani. Ez ugye fontos abból a szempontból, hogy azt, hogy az én felderítő műholdam mikor megy el, azt egész pontosan tudja az is, akit meg akarok figyelni. Ezért bizonyos tevékenységeket nem fog végezni akkor. Következésképpen szükségem van arra, hogy sok műholdam legyen. Ahhoz, hogy őt megfelelően zavarba tudjam hozni. És akkor a harmadik, ez a spektrális felbontás, az pedig ugye arról szól, hogy mi alapvetően az elektromágneses hullámoknak az optikai részében gondolkodunk, hiszen természetes közegünk az. Mi a szemünkkel látunk, de nem beszélünk, de nem gondolkodunk abba, hogy közben itt rádióhullámok vannak körülöttünk, meg infravörös sugárzás, meg ultraibolya sugárzás. Most mind a polgári távérzékelő holdak, mind a katonai felderítő holdak, azok jelentősen használják ezeket a hullámos tartományokat is. A radarnak nyilván az az elsődleges jelentősége, hogyha mondjuk a műhold és az objektum között felhő van, akkor átlát azon, illetve hogy éjszaka is lehet vele dolgozni. Itt az ukránokra utalva például az elején, amikor az ukránok kértek műholdas adatokat, úgymond a világtól, aki velük szimpatizál, kifejezetten kértek radaradatokat, ami azért volt, mert azt mondták, hogy az orosz konvojok ott az első napokban, amikor volt az a legendás 64 kilométeres forgalmi dugó, nekem eszembe jutott, hogy valaki egyszer azt mondta az egyik humoristánk, hogy a M0-ás déli szektor az tulajdonképpen egy ilyen folyamatosan mozgó parkoló, hát ez ugye ez a 64 kilométeres konvoj, ez körülbelül olyan lehetett, akkor azt mondták, hogy nekik kellenek radaradatok, mert hogy az oroszok éjjel mozognak. Most a radaroknak általában jóval gyengébb a felbontása, ma ilyen métert, néhány métert tudnak a távérzékelő apertúra szintézis radaros műholdak, de ahhoz, hogy lássam, hogy egy konvoj mozog, nem mozog, hogy meg tudjam nézni, hogy most ez valószínűleg ez most egy századnyi vagy egy dandárnyi erő, ahhoz bőven elég, mert onnantól, ha megmértem, akkor körülbelül úgy is tudom, hogy milyen fegyverzet van abban benne, hiszen az ugye a szervezetből adódik. Aztán nagyon érdekes még ugye az infravörös tartomány. Polgári életben az infravörösnek például az a jelentősége, hogy a növények bocsájtanak ki nagyon intenzíven infravörös sugárzást, és mondjuk egy infravörös képet, ha csinálok mondjuk a Velencei tóról, akkor tökéletesen meg tudom mondani, hogy ott a nádas foltok közül melyik az, amelyik még egészséges, hiszen azok erősebben sugároznak.
ami meg beteg, vagy már haldoklik, az meg nagyon gyengén, és akkor ezt ugye mesterségesen színezik, úgy, hogy amelyik egészséges, az ott vörös lesz a számítógépem képernyőjén, amelyik meg döglődik, az meg ilyen sárgább. A katonáknál ennek például ott van jelentősége, hogyha megfigyelek infravörösbe egy repülőteret, akkor folyamatos, vagy közel folyamatosan, akkor elég jó meg lehet mondani akár azt is, hogy mennyit repülnek itt az emberek. Egyszerűen azért, mert nem csak azt látom, hogy ott van egy repülőgép az állóhelyen, vagy nem, hanem látom a hősugárzását is. Tehát tudom azt, hogy ezt most állították le, vagy fél órája, vagy ez már két napja ott áll. És azért, hogy mondjuk az előző optikai képpen nem láttam, az lehet, hogy csak azért volt, megfogták, azt bevontatták a hangárba egy javításra, aztán visszavontatták. De ennek a repülőgépnek nem mentek a hajtóművei, meg nem súrlódott ugye egy nagy sebességű repülőgép a levegővel. Ez infrába gyönyörűen ott visít. Tehát ezek mind fontosak, és akkor még mindig nem beszéltünk egyről, ez pedig ugye az ilyen különböző lehallgató műholdak, amik, hát én most ebben nem mennék bele, a mobiltelefon, tehát mindent, ami vezeték nélküli gyakorlatilag, a mobiltelefon hálózatokat ma már, de ez ugye, amikor így levadásznak egy-egy embert mondjuk valami arab országba, vagy annó Afganisztánba, vagy Irakba, azok általában így a mobiltelefon alapján beazonosított. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen marha nagy parabola antennák alacsony pályáról néznek lefele? Igen, nem is feltétlenül alacsony pályáról. És az a döbbenetes, hogy ugye neked bőven elég az illető mobil számát tudni. Mert akkor elkezdik beszívni az összes, egy adott területről elkezdik beszívni az összes mobiltelefonnak az adatait, és addig kotorolni meg nem találja ezt a számot, és onnantól az egyen foglalkozik, és gyakorlatilag kiháromszögelik ugyanúgy. És akkor megmondják, hogy hova kell küldeni azt az egy darab rakétát, mert az illető benne ül abba az egy darab autóba. Tehát ez elvileg így működik. De hát itt nyilván olyan műholdakról is van szó, és ezek a klasszikusok, hiszen mobiltelefon az nincs olyan régen, amik a radarokat, a kommunikációs vonalakat hallgatják le, mérik be, sőt, mikrohullámú vonalakat is, ezt úgy kell elképzelni, hogyha, hát én most így próbálom neked mutatni, és akkor, hogyha nem szerinted ezt egy hallgató nem tudja elképzelni, akkor megköszönöm, ha elmagyarázod máshogy. Ezt elképzeled a Földnek a felszínét, és mondjuk van rajta két, ezt így egy ilyen félgömböt magad elé rajzolsz, áll a tetején két mikrohullámú torony, akkor nyilván föntről ez a műhold ezzel nem tud mit kezdeni, de ha így érintő irányba, igen, így nagyon messze van a horizonton, akkor többen rálát erre a mikrohullámú lánca. Igen, szóval a kedves gyerekek ugye azt mutogatja itt a Laci bácsi nektek itt a rádióban, hogy ugye úgy néznek ki ezek a dipolantennák, hogy az egy földről fölfele álló rúdán, de oldalra sugároznak, tehát pont fölfele nem sugároznak, mert ezek a kis piskóta alakú irány karakterisztikáik ezek olyanok, hogy bizony, például, hogyha valakinek mobiltornyot telepítenek a ház tetejére, annak nem kell aggódnia, hogy sugárzás éri, mert pont őt, aki alatta van, nem éri, mert oldalra megy ki, szóval ezek ilyenek. Na, szóval emiatt aztán pont fölülről nem lehet rálátni, hanem csak amikor kb. Éppen föl kell a műhold az égen. Éppen föl kell, vagy lemegy a műhold az égen az adott helyről nézve, akkor rá lát. Ja. Köszönöm ezt a kiegészítést. Szóval így hirtelen ennyit akartam elhadarni, nem tudom, hogy akarsz-e még ebbe a témába valamit. Akarnék órákat, viszont ugye megígértünk egy másik témát. Igen. És közben már, ugye már elájeszteszteztük az időnek egy részét, még maradt 20 perc. Most egyébként szerencsére lesz kiegészítés, tehát mondom a hallgatóknak, hogy utánunk jön a Be Water című adás, ami egy másik műsor, ami ugye jellemzően, sőt, mindig ugye kelet-ázsiai tematikával foglalkozik, de hát mi most épp a kínai űrprogramról fogunk beszélgetni, és egy kicsit túlórázni fogunk emiatt, mert Ginger az írt, hogy akkor most átlógjunk abban a műsorban is, tehát maradunk egy picit még mind a ketten a következő műsorban is, ami nem a szokolébresztő. Na de, itt a témánk a kínai űrprogram, azért is egy természetes hozzákapcsolása az előző témához, vagy inkább az előző előttihez, hogy amikor az ISS-ből kiszállnak az oroszok, akkor azért nyilván ők se akarnak magukra maradni, és ahogy a világpolitikában is, ugye itt is persze természetesen felmerül a kérdés, hogy akkor ez jelenti-e a nagy orosz-kínai egymásra találást? Hát űrtechnikában minden esetre úgy tűnik, hogy eléggé.
És hát akkor az a kérdés, hogy mi minden van. A kínaiak meg rengeteg mindent csináltak, mióta legutóbb erről beszélgettünk. Ugye felraktak egy nagy modulűrállomást, most jöttek vissza róla fél évet föntörtött kínai rekordhosszúságú repülést teljesítő legénység, de hát van mindenféle tervük, naprendszerkutatás, új űrhajók, mit tudom én. Szóval erről légy szíves egy ilyen kis áttekintést. Jó. És akkor előre mondom, hogy 2 perc múlva viszont bekapcsolom a telefonvonalakat is. Tehát talán azzal kezdeném, hogy most már az látszik, hogy az űrindítások, tehát a kozmikus rakétastartók tekintetében az Kína az átvette a vezetést. Tehát 2021-ben mind az amerikaiak, mind a kínaiak 50 fölötti rakétaindítást végeztek. Nagyjából a sikerráta is azonos volt, tehát a siker versus kudarc. Egy pár indítással a kínaiak nyerték ezt a versenyt. Gyakorlatilag most már hosszú ideje az oroszok stabilan a harmadikok ebben a versenyben, és az európai, mondjuk a Kourou, az pedig a negyedik. Tehát ebből látszik az, hogy egyre több és több műholdat akarnak a kínaiak is pályára állítani. Kicsit visszacsatolva az előző történethez még, természetesen a kínaiak is rendelkeznek ma már szinte minden olyan katonai műholddal, ami szóba jöhet. Ugye beszéltünk a látható, meg nem látható tartományban működő katonai felderítő műholdakról, vagy hírszerző műholdakról, de ugye műhold vadász technikájuk is van, tehát semmisítettek meg pályán műholdat, már ezt ugye jelenleg 4 ország képes elvégezni, a másik 2 azt gondolom a hallgatók kitalálják, a 4. az India. És amiről egyébként az előző témában még nem volt szó, ezek a nukleáris robbantásokat felderítő műholdak, illetve a rakétaindításokat felderítő műholdak. Ezekből is most már Kínának van, tehát meglepetésszerűen nem lehet őt sem megtámadni interkontinentális rakétákkal. Tehát ez lett volna még így egy ilyen visszacsatolás az előző témához. Ami látszik tendenciaként, az az, hogy minden területére próbál, tehát nincs most már ilyen kínaiaknál, hogy mi a fókusz területe a kínai űrtevékenységnek. Mondjuk a japánok lehet mondani egy kiségítést, kutatás, hogyha így a naprendszerben gondolkodunk, nincs ilyen. Navigációs műholdak, kommunikációs műholdak, meteorológiai műholdak, polgári is, katonai is, rakétaépítés, űrállomás és naprendszer kutatás. Legfeljebb naprendszer kutatásban, mire ők utolérik mondjuk az Egyesült Államokat vagy Oroszországot, mindig ez a kérdés, hogy és akkor mikor lökik le az amerikaiakat a trónról. Azt gondolom, tehát a rakétastartóknál már sikerült, de például a naprendszer kutatásban azért ez még évtizedek, hát csak gondoljunk arra, hogy az amerikaiak hány űreszközt küldtek a Marshoz, akár Mars körüli pályára, akár Mars felszínére, de látszik, hogy komoly program van. A legkomolyabban egyelőre a naprendszer kutatási programok közül az a holdkutatás, amit vesznek, ott egy folyamatos építkezés zajlik. A Marsnál ugye sikeresen és egyedüliként úgy, hogy rögtön az első alkalommal sikeresen szálltak le. Ez senkinek nem sikerült előttük, nem olyan egyszerű landolni a Marson. Az a Viking 1 az nem volt olyan rossz, de igen. Valójában az biztos, hogy az első, bocsánat, igazán, már első Marshoz igen, küldött űrszondájuk már működött. Szerintem az önmagában. Így helyes. Így van. Tehát, hogy előtte ez tényleg csak az amerikaiaknak sikerült ilyen landolás, de az oroszoknak sem igazán, az egy mondjuk ilyen félsiker volt, az európaiaknak egyáltalán nem, és így tovább. De köszönöm ezt a korrekciót, mert ez fontos. Aztán most a hosszabb távú terveik között inkább az látszik, hogy azon túl, hogy egyik oldalon van egy nagyon tudatos és folyamatos építkezés, nevezzük így a holdkutatásban, a többi az egyelőre ilyen one-shotnak tűnik, tehát, hogy hát szeretnénk Jupiter-szondát építeni. Na, ezt még nem is hallottam, ez is nem? Nem. Ez, van kínai, ez lesz ilyen? Lesz kínai Jupiter-szonda, ennek 2030 előtt kéne indulnia, és itt most minden, amit mondok, az olyan, hogy 2030, tehát mondjuk így 25 és 30 között kéne indulnia. Akarnak Mars talajmintát visszahozni, akarnak Jupiter-szondát küldeni, és akarnak egy olyan üstökös és kisbolygó kutatót, amelyik aztán
egy füst alatt rögtön mintát is hozna vissza. Tehát nem látszik az, hogy mi lenne ott a fókusz terület. Valószínű, hogy nagyon egyszerűen arról van szó, hogy azért egy 1,4 milliárdos ország, ahol annyi szakember van, dolgozik különböző területek, hogy nem igazán lehet, és nincs is értelme ennek a specializációnak. Tehát nincs értelme annak, mint mondjuk Magyarországon van 10 millió, hogy jó, hát akkor mi fókuszunk például az emberekhez kapcsolódó űrtevékenység, az mondjuk a radiológia, tehát a sugárzás, meg a pszichológia, és van még egy-két terület, űranyagtechnológia, és akkor mással nem foglalkozunk, ide toljuk a pénzt, ide toljuk az embereket, nyilván Kínában erre nincs szükség. Hát igen. Nem tudom, betelefonáló? A betelefonálóknak bekapcsoltam a vonalat itt titokban, egyébként azt meg elmondom, hogy 215-37-73, tehát elvileg élnek a vonalak, de ez mit téged ne zavarjon. Jó, na akkor viszont meghalljuk beszéljünk, a jó, tehát akkor beszéljünk az űrállomásról először, amiről azért érdemes, mert pár nap hiány egy éve ment föl, ugye április utolsó napjaiban került ez pályára, tehát egy éve van pályán, és ráadásul egy két éves építési időszakkal terveztek, vagy számolnak a kínaiak, tehát 2021 áprilisától 23 április májusáig, tehát ennek most pont a fél idejében vagyunk. Annyira a fél idejében, hogy ezt négy személyzetnek kell elvégezni ezt az építési munkát, az első kettő már végzett, most éppen az űrállomás alapmodulja üresen kering, és valószínű, hogy ebben a hónapban, tehát májusban indul a soron következő teherűrhajó, amelyik a hordozó rakétáival együtt már a start helyen van hetek óta, és ha ez sikeresen fölmegy, akkor júniusban indul a következő személyszállító űrhajó, a Shenzhou 14, és ennek a legénysége fogja fogadni, most már ez biztos, hogy mind a kettő, tehát ők kifejezetten arra lesznek kiképezve, az a képzésük fő vagy központi eleme az, hogy mind a két nehéz modult ők fogják fogadni. Aztán. Tehát az egyik az megy júliusban, a másik az megy októberben. Ők lesznek azok, akik ugye felügyelik a valószínűleg automatikus dokkolást hoztenge irányba, és utána ő nekik kell majd a robotkarral átmozgatni. Tehát ez teljesen úgy, mint a Mirnél. Így van, úgy, mint a Mirnél átmozgatni annak a gömb alakú multidokkolónak az oldalsó dokkolójára. Ez lesz az ő feladatuk. És akkor ilyen T betű alakú lesz a végére. Nagy T betű, aminek mondjuk a három szára az egyenként ilyen 20-22 tonna, és ami érdekes, hogy a T betűnek a függőleges szára lesz a rövidebb, ez a központi modul, ez rövidebb. A másik két nehéz modul az kicsit hosszabbak ennél, viszont a hermetikus térfogata mind a kettőnek kisebb. Tehát összességében azért ez nem lesz egy hipertágas űrállomás, mindössze 150 légkörméter. Na itt is egy telefon. Halló, ez itt a Szokol ébresztő. Jó reggelt! Vagyok a kamionos. Ne csodálkozzatok rajta, hogy nincs betelefonáló. Szerintem egy műsor fokmérője a telefon hallgatása. Tehát annyira érdekes, amit mondtok. Én most saját magam nevében had, de szerintem nagyon sokan így vagyunk vele, hogy egyszerűen nem létezik, hogy meg kellene ezt szakítani. Én le is teszem, és nagyon köszönöm, és nagyon nagy érdeklődés, hogy figyelembe hallgatunk benneteket. Köszönjük szépen! Igen, tehát igen, kamionos betelefonált, hogy elmondja, hogy miért nincsenek betelefonálók. Na, de ez egy nagyon-nagyon rokonszenves elmélet, tehát reméljük, valóban erről van szó. Na, akkor gyorsan rászolgálunk még a maradék 8,5 percben, tehát akkor az van, hogy igen, tehát akkor ezek az oldalról csatlakozó modulok, amik fölmennek a kínai űrállomáshoz, ezek hosszabbak, ám de kisebb a térfogatuk. Akkor nyilván van ezeknek ilyen, mit tudom én, ilyen űrrel közvetlenül érintkező palló, palett. Nagyon érdekes a koncepció, és ezért nagyon sokat szakítottak a Mir koncepciójától. Ugye az világos, hogy a központi modul, ami most fönt van, az elsősorban az egy az egyben olyan, eltekintve talán attól a látványos, igen, a belsejétől, meg attól, hogy az a központi ilyen vicces irányító pult az hiányzik, hát ma már ugye ezt ők három érintő képernyővel az egyik oldalfalon meg tudták oldani, és ezért az egész egy kicsit szellősebb.
ott van a három hálóhely is, meg a WC, amin én egyébként meglepődtem, hogy nincs zuhanyozó. Tehát én nagyon sokáig abban a kényszer képzetben voltam, hogy kell, hogy legyen, de aztán egyszer valahol olvastam, hogy nincs benne zuhanyozó, úgyhogy csak törlőkendőzés van fél éven keresztül. Az ISS-en is ez megy egyébként hát, már. Tehát igen, leszoktak. Tehát igen. Skylab-en meg a Soyuz 6-on volt még kényelmesen lehet. Hát igen, ugye igen. Amikor 10-15 ezer dollárba kerül egy kilónak a pályára juttatása, az ugye egy liter víz, akkor persze, hogy drága a víz. Az meg mindegy... ne firtassuk, hogy miből hasznosítják újra a igen, hát a 90%-a az nem a természetes víz. Így van. Tehát ez ugye a lakó, meg ott vannak a sporteszközök, meg ott van az irányítás, meg az elsődleges télbeli orientáció, illetve pályaemeléshez a hajtóművek. A második modulhoz, a második modulba, bocsánat, tehát amelyik elvben, júliusban indulna, ez lenne ugye a Ventian, abban a hasznos légtér az körülbelül a kétharmada, mondjuk annak a csőnek, az egyharmada az eleve olyan, ami érintkezhet ilyen platformok képében a világűrrel, ehhez tudni kell, hogy a teherűrhajóknak nem csak ilyen típusa lesz, ami most van, aminek a nagy része hermetikus, ugye a darabáru szállítás, hogy be lehessen úszni és kipakolni, másik része pedig ugye a gázokat és a folyadékokat viszi, hanem fejlesztenek olyan teherűrhajót, aminek kisebb lesz a hermetikus része, vagy akár nulla. A hajtóműves rész az ugyanaz lesz mindegyikbe, tehát ahol a gázokat és a folyadékokat viszik, viszont egy olyan hengere lesz, ami körbe végig érintkezik a világűrrel onnantól, hogy az orburkolat, a rakéta orburkolata lement. Tehát magyarul azon kifejezetten olyan cuccokat visznek föl, aminél az az elvárás, hogy kapcsolatban legyen a nyílt világűrrel, és ezekhez lesznek ilyen hát ilyen tálcák, vagy ilyen dokkoló részek, ahova űrsétával, illetve a most felkészülő Ventianon majd található kisebb robotkarral át lehet pakolni a teherűrhajóból ezekre a kis platformokra, és akkor ezek ott közvetlenül tudnak érintkezni a világűrrel, tehát nyilván ezek ilyen csillagászati, meg fizikai, meg jó ég tudja, milyen típusú kísérletek lesznek. Amúgy a jó ég tudja, milyenbe belejátszik egyébként, hogy kicsit még szervesebben igen, áthuzalozzuk az adást. Igen. Hogy vajon katonai program elképzelhető? Vagy hülyeség? Hát én teljesen meglennék, ha nem lenne, hiszen ja, az egész kínai űrprogram az katonai program, gyakorlatilag az első és a katonák felügyelik az egészet, az első és a második űrhajós osztálynak a tagjai, ugye ők azok, akik ebben az űrállomás építésben most részt vesznek, ők mind katonák, az egyetlen különbség köztük az, hogy a második osztályban már vettek föl nőket, akik általában szállító repülőgép pilóták voltak, de mindenki a népi kínai légierőnek a tisztje. Gyakorlatilag azok, akik 2-3-szor repültek, azok mind valamilyen tábornoki rendfokozattal rendelkeznek azóta. És a harmadik osztály, amelyik, hát most nem akarok hülyeséget mondani, hagyj tippeljek, mondjuk egy éve képződnek, emlékeim szerint 15-en vannak, oda már vettek föl civilt, de ott is úgy van, hogy 7 fiú az katonai pilóta, 7 fiú van, aki hát azt mondták, hogy űrtechnika, vagy műholdtechnika, vagy űrállomás technikai cégeknél dolgozott, tehát, hogy most az ipar, vagy félkatonai üzem az nem tudható, de mind fiasokon egyetlen egy lány, vagy hölgy, aki ő lesz az egyetlen payload specialist, tehát ott valószínűleg valami olyan polgári kísérletet föl akarnak vinni, ami annyira igényli azt, hogy valaki olyan szakember ott legyen majd egyszer mellette, aki ért is hozzá, és hosszan kell vele dolgoznia folyamatosan, tehát van gyakorlatilag 7 pilot, meg 7 mission specialist, meg van egy darab payload specialist, az amerikai terminológiát használják, de ők viszont már mind a teljes kiépítés után fognak csak eljutni a világűrbe, ami, ugye ahogy mondtuk, az 2023 májusa utáni időszak. Na most visszatérve akkor ezekre a modulokra, a második modul, amiről eddig beszéltünk, annak viszont lesz egy olyan funkciója, hogy a tartalékja az elsőnek. Tehát ő gyakorlatilag föl lesz szerelve ugyanúgy térbeli orientáció vezérléséhez szükséges eszközökkel, sőt egy zsilip kamrával az űrsétákhoz, és onnantól az lesz az elsődleges zsilip kamra, ami logikus, hiszen a jelenlegi az ebben a gömbben van, ami a dokkolások történnek,
Tehát az úgy, ha onnan akarok űrsétát csinálni, az azt jelenti, hogy az összes feldokkolt űrhajónak, illetve modulnak az ajtaját le kell zárni, meg az űrállomásét is, tehát elég ügyetlen az egész hosszú távon, tehát az onnantól csak egy tartalék lesz. Hmm. És akkor a harmadik nehéz modul, ami, mint mondtam, az októberben kerülhet pályára, azon pedig még kisebb lesz a hermetikus rész, tehát abban be lehet úszni, és sokkal nagyobb lesz a nem hermetikus rész. Ilyen szekrényi kutató modulokból, amiket az ISS-en és a nemzetközi űrállomáson látunk, ilyenből kettő darab van a főmodulon, abból az egyik az orvosbiológiai, az az egy, amit itt sikerült azonosítanom itt több kép meg cikk alapján, de ők azt mondják, hogy van még valami, nem tudom. És akkor a maradék 14 ilyen rekket, amik ilyen 180 centi és ilyen 50-60 centi szélesek, nyilván a szokásos, tehát van benne kohászat, meg biológiai, meg kesztyűs, mi ez? Kesztyűskamra, köszönöm, vagy glovebox. Ezek pedig a második és a harmadik modul között lesznek elosztva. És nem tudom, van-e még fél percem? Van. Mert az nagyon érdekes, hogy a kiépítés az klasszikusan úgy fog kinézni, hogy egy személyűrhajó és két teherűrhajó, tehát folyamatosan, szinte folyamatosan két teherűrhajót akarnak fönntartani, ez azért van, mert irgalmatlan nagy raktér, tehát rengeteg cuccot visznek föl, tehát egy ilyen gardrop padlás pinceként is funkcionál, tehát botorság lenne leválasztani. Igazából akkor fog hiányozni egy, amikor jön látogató legénység. Nem mondtam, hogy a látogató legénység számára a második modulban, tehát a júliusban indulóban lesz ugyanúgy három ágy, meg WC, meg minden. Azért ez luxus, hogy a látogatóknak nem kell megosztani ezeket az állandó személyzettel, meg nem kell nyomorogniuk mondjuk a parancsnoki űrhajóba, ha aludni akarnak. És gyakorlatilag egy olyan 8-10 napos átadás-átvételi időszakok lesznek innentől a hosszú távú legénységek között, tehát már a most fölkerülő 14-esnek a személyzete, a 15-össel már így egy up to 10 írták, ugye kínaiból angolra fordítva, tehát max 10 napos átadás-átvétel lesz, tehát egyszerre fönt lesznek ezek szerint ősszel 6-an. És onnantól ez lesz a normális. Azt a mindenit. Akkor ezek szerint ősszel akár azt is megélhetjük, hogy tudom, 17 ember lesz az űrben. Hát azt is, meg az biztos, hogy megélhetjük, hogy több kínai lesz fönn, mint bármi más. Érdekes évnek nézünk elébe, az biztos. Nagyon szépen köszönjük. Hát világos, hogy kifutottunk az időből, úgy te ne menjetek messzire, mert jön a Be Water, és hát mindenkinek jó napot, jó hetet, kellemes májust kívánok. Két hét múlva jön újra a Szokolébresztő. Sziasztok! Viszont hallás, szervusztok! Hamarosan jön a következő rész.